Kedves nézőink, pénteken immár harmadik alkalommal nyílt meg az Ajkai Óvárosban a kirakat tárlat. Most ide látogathatnak el velünk. 2013-ban kezdtük az első kirakattálatnak a megrendezését. Hát az ötlet az onnan származik, hogy a világban jártam kertemben, találkoztam olyan városokba, olyan művészekkel és olyan kiállítókkal, akik ezt meg tudták szervezni. Aztán sokat gondolkodtam, vajultam ezen a dolgon, hogy ha ezt Ajkán megcsinálnánk, akkor ennek milyen sike lenne, és kik azok, akik támogatnák. Kb. 2 évbe telt, amíg ezt elő tudtuk készíteni. Ugye a lényege az volt, hogy a művészek alkotásait a nap minden percében, nap minden órájával tudjuk ütköztetni azokkal az emberekkel, akik egyrészt műértők, másrészt pedig talán életükben nem találkoztak ilyen alkotásokkal, vagy ha találkoztak, akkor nem tudtak megszemlélni, nem volt rá idejük. Ez volt az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy vajon hogy tudjuk, mit érünk azzal el, hogyha a művészek alkotásait azt bevisszük a kereskedelmi egységre, a vendéglátóévi egységekben. Mit váltanak ki ez a művészekből, milyen gondolatot és milyen gondolatot váltanak ki azokból az emberekből, akik ezeket az egységeket használják. Melyik utcákban és meddig láthatók ezek az alkotások? Hát 30-áig, október 30-áig látható a kirakattárlat. Ez a Puskin utcánál kezdődik a Kossuth iskola melletti papírbótba. A Móra Ferenc utcába folytatódik, a Frankele utca következik, Sport utca, és a Sport utca végén a Pénzes hídnál a pizzéria és kávézónál fejeződik be. A boltokban és a vendéglátóipari egységekben, részben kint a kirakatokban, részben pedig bent a boltokban az áruhalmaz közt, hogy így fogalmazzak csúnyán, illetőleg a vendéglátóipari egységekben. És ezért kérem is azokat, akik ezt érdeklik és eljönnek a kiállításunkra, számítsanak arra, hogy kívül belül meg kell látogatni ezeket a helységeket. Összesen hány alkotás látható és kik a kiállítók? 2 partnerünk van, és most már 3 éve, és reméljük, hogy ez a továbbiakban is így folytatódik, vagy bővül. Egyrészt az Ajkai Képzőművészeti Egyesület, akiknek az alkotásai és a szobrai képei vannak, és másrészt pedig a Molnár Gábor Mihely Alapítványnak a fiataljai, akinek szintén az alkotásai láthatók a kirakatban. És jelen pillanatban 17 alkotónak a durván egyik közel 100 alkotása van a kirakatokban és a helységekben, és 23 egységes rész a kirakattálat megrendezésében, tehát 23 bolt és vendéglátóipari egység. Nehéz volt-e bevonni őket? Nem volt egyszerű dolog. Tehát amikor felvetettük a kereskedelmi és vendéglátóipari egység tulajdonosainak, akkor meglehetősen kétkedve fogadták. Amikor a művészekkel, az alkotókkal beszéltünk, nyilván ők is. Maga a művészet, maga az alkotások, azok ugye úgy jelennek meg ma még az emberek tudatában, hogy azok kiállító termekbe, képtárakba, vagy éppen kulturált udvarokba vannak elhelyezve. De mondom, hogy egy ilyen 2 éves közös gondolkodással lejutottunk addig, hogy próbáljuk meg, és ma már ott tartunk gyakorlatilag, hogy mind a művészek, mind pedig az elárusító egységek, tehát a boltok, a vendéglátóhelyek, és maguk az óvárosban lakó polgárok, vagy éppen Ajkán lakó polgárok is igénylik. Kerestek bennünket, mikor lesz ez a kiállítás. Innen üzenem, jöjjenek el, jól érzik magukat majd. A kiállító művészek számára mennyivel más egy kirakatban, egy közterületen szerepelni, mint egy galériában vagy egy művelődési központban? Hát talán annyiban szerencsés, hogy most már az egyesület tagjait személyesen ismerik az emberek, az ajkai lakosok. Esetleg séta közben vagy vásárlás közben megállítva őket, nyilvánítanak tetszést, tehát hogy mennyire tetszenek az alkotások, és hát ennyiben más. Milyen technikával készültek az itt látható alkotások? Hát tekintettel arra, hogy az egyesület palettája széles, készültek akvarelképek, akrilképek, olajképek, és ugye felelhetők a kirakatban a szobrok. Többek között Németh Ferenc szobrász, Ozorai Sándor,
Helyes Zoltán a vas szobraival, alkotásaival jelent meg, és még fellelhetők faragások is, tehát kőfaragások is. Az Egyesületnek az idén milyen programjai lesznek? Az idén már nem lesz kiemelt programunk. Az Egyesület ebben az évben két testvérvárosban vett részt alkotóhéten. Június 23-tól 29-ig Rovaniemibe, szeptember 7-től 14-ig pedig Unnában. És hát június 10-től 17-ig pedig Balatonszepezden alkotótáborban vett részt az Egyesület. Az ott készült alkotások közül hány látható itt a tárlaton? Hát minden alkotást nem hoztunk el, hisz köztudott, hogy az alkotótáborban készült alkotások január 22-én a kultúrnapi kiállításon is szerepelnek, és hát szeretnénk mindig új alkotásokkal megjelenni a kultúrnapján. Thank you.